A Társadalomelméleti Kollégium 1981-ben alakult, és a szakmai munka alapját a nyári tőketáborok képezték. A célja is körülbelül, vagy ehhez kapcsolódóan az volt, hogy a Marxot eredetiben olvassák, és ne egy ilyen vulgár marxista megközelítést tudjanak csak magukénak, amit az egyetemen kaptak akkor. Azóta mi változott a tek életében? Hát infrastruktúrálisan teljesen átalakult, tehát nem a nyári táborok az alapvető közösségi események, hanem inkább az együttélés ezen az emeleten. A szakmai munkát alapját a körök képzik, illetve marxi alapokon egyéb modern társadalom elméletekre is építenek ezek a körök, illetve az alapján. A Társadalomelméleti Kollégium ebben az évben 90 fős létszámmal indult. A tagok 15 szakképzés, más néven kör közül válogathatnak. Többek között Foucault-val, Habermas-szal, evolúciós társadalom elemzéssel, romákkal foglalkozó körökre lehet jelentkezni. Nemrég jött a rossz hír, hogy a szakkollégistáknak átmenetileg költözni kell. Így egy ideig a szakkollégium munkája bizonytalanná válhat. De térjünk vissza a TEK mindennapjaihoz. Azoknak is kisebb nehézségekkel kell szembenézni, akik tagok szeretnének lenni. Van egy szóbeli forduló, meg van egy írásbeli. Nyilván először az írásbelit kell leadni. Ez egy ilyen kérdőívet tartalmaz, meg néhány kreatív feladatot, például képregényt kell kitölteni, amiből kitöröltük a szöveget. Ezeket a kérdőíveket a kollégium tagjai elolvassák, és van egy tökéletesen nyílt interjúszerű dolog, amire itt a klubban behívjuk a jelentkezőt. Ez egy fél órás gyakorlatilag kötetlen beszélgetés, amire a felvételi bizottság tagjai előkészülnek és kérdezgetik a jelentkezőt. Egyáltalán nem szakmai vagy ilyen tárgyi tudási kérdések vannak. Akkor ilyenkor mikre vagytok kíváncsiak? Hát leginkább a hozzáállás, gondolkodásmód, értékek, hogy mennyire illik össze a kollégium és a jelentkező. Nyilván az is fontos, hogy ő mennyire tart minket szimpatikusnak és viszont. Mondanál pár konkrét kérdést, hogy mire számíthat egy felvételiző? Hát például, hogy szerintem milyen lesz Afrika 2040-ben, vagy hogy ad-e pénzt a kódosnak, és ha igen, akkor miért, ha nem, akkor miért. Mondjuk, hogyan tenni hatékonyabbá a környezetvédelmet Budapesten. A több fordulós felvételét követően, akik sikeresen vizsgáznak, azok előtt megnyílik a kollégium világának ajtaja. Minden második-harmadik jelentkezőnek megvan az esélye a bekerülésre. A kérdés már csak az, hogy az egyetemisták a plusz elfoglaltságot, a még több tanulást miért is vállalják. Elsősorban először a szakmai dolgok miatt jöttem a TEK-be, de a társaság is nagyon megfogott a különböző táborokba. Eljártam, amikor még nem voltam tag, és ott jöttem rá, hogy ez társaságilag és szakmailag is egy nekem való közösség. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné az egyetemi tudását egy kicsit jobban elmélyíteni, illetve azt kiegészíteni és hallani más olyan alternatív gondolatokról is, amelyeket az egyetem esetleg nem tudhat meg. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a kollégiumban.